vezérigazgató rendkívül szerényen nyilatkozott a gímszarvas eredményekről, trófé eredményekről, pedig hát ez a 8 kiló fölötti átlag, ez valami óriási. Igen, hát önmagunkhoz képest nyilatkozik az ember szerényen, természetesen büszkék vagyunk az eredményekre. Országos szinten ez egy kiugróan szép szám. Az elmúlt két bázis évhez képest egy kicsit szerényebb, de tulajdonképpen a érmes arány vonatkozásában ugyanazt a szép átlagot tudjuk hozni, mint amit az eddigiekben megszokott tőlünk a szakmai szakközönség. Általában ilyenkor meg szokták kérdezni, milyen volt a bőgés, ilyenkor mi az oficiális válasz, és egy kicsit talán mögé, kicsit backstage-szerűen. Én azt gondolom, hogy egy jó bőgés volt, vannak ennél jobb bőgés időszakok. Tulajdonképpen kiegyensúlyozottan volt végig bőgés, viszonylag biztonsággal lehetett vadászni, a szarvas mozgása az viszonylag behatárolt volt, tehát nem voltak olyan szélsőséges időszakok, amikor azt szokták mondani, hogy a vadászterület kiürül, nem volt ilyen. Folyamatosan lehetett az állománnyal találkozni, és hát ami számomra nagy büszkeség, hogy gyakorlatilag hosszú-hosszú évek óta, van, aki évtizedek óta visszajáró vendégkör jelent meg a területen, és jelenik meg évről évre. Én azt gondolom, hogy aki a vadászat műfajában jártas, és a mai felgyorsult világot ismeri, hogy azért a vadászok között is már egy komoly rotáció megjelenik, máshol jelenik meg vadászni, más országban jelenik meg vadászni, vagy akár más földrészen jelenik meg. Ezek a vadászok, ezek a mi különleges rendeltetésű gímszarvasos területeinken folyamatosan vadásznak, ragaszkodnak ehhez, érzelmileg kötődnek hozzá. Ezt én egy hatalmas nagy értéknek tartom, és én erre büszke vagyok, hogy ilyen kollégáim lehetnek, akik ezt biztosítani tudják. Helyettes államtitkár úr nagyon elismerően nyilatkozott a mai és a tegnapi látottakról, gyakorlatilag mind a vadgazdálkodás területén, mind az erdőgazdálkodás terén elismerően szólt. Én azt hiszem, hogy ez nehéz időket járunk, azt talán elmondhatjuk, és ez egy vezetőnek, egy felelős vezetőnek a dicsérete, és az, hogy észreveszi az erdészek, a hivatásos vadászok a menedzsment munkájában az értéket, ez nagyon jó. Igen, ez jól esik, és nem mint vezetőnek, hanem én azt gondolom, hogy ez az egész dicséret, ez inkább a cég csapatának szól. A részvénytársaságunknál olyan nagyon átlagkorát tekintve fiatal stáb dolgozik, aki rendkívül lelkiismeretesen, rendkívül tisztességesen és maximalista módon dolgozik. Én azt gondolom, hogy akár a természeti környezet adta nehézségekből adódóan, szélsőséges időjárások, akár az erdőkárok felszámolásában emberfeletti munkát végeznek a kollégáim, és azt gondolom, hogy ezzel a hivatástudat nélkül, amivel ők rendelkeznek, ezek a feladatok végrehajthatatlanok lennének. Nem nagyon tudnak nekünk olyan szabályokat vagy olyan szakmai feladatokat előírni, amit valamilyen szinten a lehető leggyorsabban és a legkitűnőbb minőségben végre tudnánk hajtani. A tudományos életnek számos tudósa fordul meg a részvénytársaságunk területén, egyetemek, felsőoktatási intézmények, oktatói, mindegyik hangsúlyozza és folyamatosan mondja, hogy ezek milyen professzionális módon és lelkiismeretesen végrehajtott, kreatívan végrehajtott feladatmegoldások. És az erdőt, ugye 12 éves erdőt pontosan 12 év alatt lehet nevelni, ezen gyorsítani nem lehet, de a folyamatokban egyértelműen látszik, hogy az erdő sikerességek és a felújításoknak a biztonsága, erdőfelújítások biztonsága az évről évre javul, és egyre szebb eredményeket érünk el. Helyettes államtitkár úrnak különösen tetszett a folyamatos erdőbőrításra való törekvésünk, és ez azért egy különösen nagy szakmai bravúr, hisz a részvénytársaságunk jelentős mértékben vadgazdálkodásból szerzi a forrásait, és magasan tartott vadlétszám és egy professzionális vadgazdálkodás mellett egy nagyon magas színvonalú erdőgazdálkodást tudunk fenntartani, ami azt gondolom, hogy egy különösen jelentős szakmai bravúrnak mondható. Igen, hát mondhatjuk azt, hogy talán, hogy fél idő, de nem biztos, hogy ez a jó szó, hiszen ugyan túl vagyunk a szeptemberen, de hát most jön ugye a tolnaikum, ugye a gyulai dám hava az október, hogy állnak a barcokás előtt az előkészületek?
Hát izgalommal ez a csapatmérkőzés. Én, a mi részvénytársaságunk pénzügyi karakterisztikája az alapvetően olyan, hogy jól állunk, erősek vagyunk a focipályán, és már jó helyzetben van a csapat, de azért még a második félidő közepén járunk, tehát itt még az ellenfél az rúghat gólokat, itt nagyon kell figyelni. Ugye kezdődik most a dánbarcogás, a vendégek előtt, a vendégfogadás előtt nagy izgalommal van a személyzet, számos kollégámmal beszélgettem most, és azért látom, hogy ilyenkor azért megy az izegés, hogy sikeres legyen a barcogás, és utána pedig indulnak a hajtóvadászatok, és a rendkívüli felkészültséget jelentő szabad területi riglik területi mozgatások, és az egyéni vadászatoknak a párhuzamos kombinált módja és végrehajtása, ami nagy izgalommal tölt el. Nagyon sok minden bizonytalanság van a vadászatban, időjárási bizonytagságok, a vendégeket érheti valami, nem érkezik meg, megérkezik, nem annyian jönnek, amennyien előzetesen bejelentkeztek, stb. Sok minden kérdője van, és hát a vad is nem egy helyhez kötött valami objektum, amit fixen meg lehet találni ott és akkor, ahogy az ember tervezi, hanem ez vagy ott van, vagy nincs, úgyhogy ilyenkor mindig van egy ilyen izgalom az évvégi utolsó hajrában, és mindemellett az erdészeti szakmai munkát is kifogástalanul végre kell hajtani, és hát ez egy komoly, komoly feladatot ró az én csapatomra. Utolsó kérdésként, vagy inkább eszemlított egy dolog Alain Delon úrnak, ugye a Francia Vadászszövetség alelnökének, az a fantasztikus mondatai, amikor azt mondta, hogy eljött Gyulajba, kitűnően érezte magát, semmilyen új dolog nem volt, ami negatívan befolyásolhatta volna a vadászatait. Nagyon elismerően nyilatkozott ez a rendkívül magas beosztásban lévő francia vadász. Igen, hát én ennek különösen örültem, ezt nekem is többször elmondta, és erre rendkívül büszkék vagyunk. Törekszünk arra, hogy a színvonal magasan tartásában ingadozásokat ne lehessen tapasztalni. Én magam vezetőként is mindig ahhoz mérem magam, hogy semmiképp nem lehet semmilyen tevékenységünk rosszabb, mint az azt megelőző minimum az a színvonal, vagy annál jobb. Tehát bármilyen körülmény adódik, azért annyira mindig próbáljuk kihozni, hogy az előző évhez képest semmiféle negatív folyamat ne induljon meg. És azt gondolom, hogy az erdészeti vadászati stábunknak a hozzáállásából ez adódik is, hogy ez biztosítva van. Nem mehetek el egyszerűen szó nélkül amellett, hogy ez a mai Gimtrófaja szemle hogy indult? Hát itt volt a város apraja nagyját, kitűnő a kapcsolat, a vadászok, az erdészek és a város között. Hát szerintem 500 gyerek szórakozott, gyerek zsivajjal indult ez a Trófaja szemle. Hát annyira különleges, hogy az fantasztikus. Igen, annyira a gyerek zsivaj, hogy nem csak a gyerekprogramokon volt gyerek zsivaj, hanem a később ünnepi szakaszban, úgyhogy nekem az a kürtbemutató alatt a gyerekeknek a távoli ide szűrődő zaja az egy kellemes zsinatolás volt a fülemnek. Igen, hát próbálunk mindig olyan programokat hozzáilleszteni, hogy ez ne csak egy szakmai seregszemle legyen, ne csak egy bemutatkozás a különböző vadászterületek, akár megyei szintű, akár országos, pláne egy-két német ajkú országból érkező vendég is van itt most jelenleg, ne csak egy ilyen bemutatkozás és a trófeáknak egy szemléje legyen, hanem hozzátenni olyan vadászati kultúrát népszerűsítő, olyan vadászati közgondolkodáshoz köthető programokat, ami az emberek számára nem is megszerethetővé, de legalább elfogadhatóvá teszi a vadászatot, és itt a fő célközönség a gyerekek. Hát gyakorlatilag, ahogy végignéztem a stábon, a 3-4 éves kis óvodásoktól egészen a nagyobbacska kamasz gyerekekig bezárólag mindenki ott volt, és egymás taposva vettek részt a különböző programokon. Nekem ez egy óriási élmény, és azt gondolom, hogy addig eljutunk ezekkel a programokkal, hogy ezek a gyerekek, ha felnőnek, akkor legalább nem negatívan és nem rosszindulatúlag nyilatkoznak meg a vadászattal, mint tevékenységgel, hanem egy pozitív érzelemi emlékeik fognak ebbe megjelenni, ami szerintem minket társadalmi pozíció szempontjából mindenképpen erősíteni fog.